jelentősen később vagyunk, hogyha egészen őszinte szeretnék lenni, de itt vagyunk, és folytatjuk tovább a linoleves koncepciónkat. Mi szerint most elő fogom szedni a chia pudingot a hűtőből, ami egyébként elmondanám, hogy csodálatosan néz ki. Ahogy látjátok, mindenből 4 darab különböző fajtát fogunk csinálni. És arra gondoltam, hogy pohárkrémszerűen szeretném megcsinálni, tehát rétegezni fogom a dolgokat. A goldhoz arra gondoltam, hogy piros bogyós gyümölcsöket fogunk tenni, ebbe ugye mogyoró darabok is vannak alapból. A sima mogyoróshoz szerintem banán lesz, és fogunk rá szórni egy kis mandula reszeléket, vagy összetört mandulát, vagy valami ilyesmit. A teljeset eperkrémmel szeretném megcsinálni, eperselével, vagy valami ilyesmivel, és a kókuszoshoz pedig ananászt terveztem, viszont édesanyám meglepett és hozott egy mangót is, úgyhogy valószínű, hogy egy kicsit trópusi vonalat fogunk ezzel képviselni. De most kezdjük azzal, hogy mind a 4 pohárba ki fogom tenni az első réteg chia pudingot. Gyönyörűen megszívták magukat. Tudom, hogy undinak tűnik, de higgyétek el, hogy nagyon finom, főleg, hogyha vaníliás tejjel csináljátok, vagy ha nem szeretnétek mandula tejet használni, és rendes tejjel szeretnétek megcsinálni, bármilyen folyékony állagú akármivel működik. Én tekintve, hogy allergiás vagyok a sima tejre, mindig mandula tejjel csinálom, és a vaníliással, viszont meg tudjátok csinálni sima tejjel is, vanília aromát beletenni, kakaót, fahéjat, amit szeretnétek. Nyilván, hogy ne lehessen tökéletes, összekentem a pohár külsejét és belsejét is. Oké. Első réteg, pipa. Tudom, hogy nem ehetnék ilyet, viszont nekem ez a kettő a kedvencem. Ez csak zárójelbe. Plusz info. És mivel ezek nagyon sűrű krémek, mindegyik, egy kicsit beszeretném tenni őket mikróba. Nem tudom, emlékeztek-e a fahéjas csiga receptre, hanem akkor itt meg tudjátok nézni azt a videót is. Ott is meg kellett egy kicsit melegíteni, hogy kellőképpen folyós és kenhető állagú legyen. Most is szeretnék egy kicsit melegíteni rajtuk. Úristen! A kókuszos krémnek teljesen olyan illata és íze van, mint a Raffaello töltelékének. A kókuszossal kezdünk, és egy ilyen fagyis gombóc méretűt, hoppá, majdnem kirepült, körülbelül egy fagyis gombóc méretűt vettem ki belőle egy jó nagy előkanállal. Úgy néz ki, hogy a 30 másodperc elég is volt, viszont most félre fogom tenni, lehet, hogy csinálhattam volna egy kicsit később, ugyanis el szeretném kezdeni előkészíteni a gyümölcsöket. Levágom az egyik oldalát. Szeretném sokkal kisebb darabokra összevágni. A mangó másik nagy oldalát beleteszem egy mixerbe. És sajnos nem volt friss ananász, úgyhogy konzerv ananászt fogok hozzáadni. Viszont azt tudni kell, hogy nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Sokkal inkább gyümölcsös íze lesz, mint mű ananász íze. És akkor lássuk az elsőt. Egy evőkanálnyi ananászt is összevágok kisebb darabokra, mert a püré mellett szerintem nagyon jó lesz, hogyha egy kis textúra is van benne. Most jöhet egy kis püré. Bele egy kis mangó. És ez itt a komoly dilemma, de úgy érzem, hogy szeretnék talán még egy réteget tenni. Egy fél evőkanálnyi chia puding. Megpróbálom nagyon vékonyan eloszlatni. Még egy réteg krém.
és a végére jöhet a mangó és az ananász. És ezzel kész is van az első pohárkrémünk. Nem biztos, hogy a legszebb, de 1000%, hogy nagyon finom. Jöhet a második teljes összeállításunk, ami az ekres verzió lesz, viszont ahhoz át kell mennünk egy kicsit a tűzhelyhez, ugyanis fagyasztott eper van jelenleg itthon, és abból szeretnék egy krémes, kicsit lekváros valamit csinálni. Gyertek, mutatom, hogy mire gondolok. Amíg a másik oldalon elképesztően készül a kis epres szószunk, arra gondoltam, hogy összerakhatnánk mogyorósat, ami nem más lesz, mint a banános verzió. Úgyhogy elő is veszem a poharat. Előveszek egy banánt, ami egy kicsit talán már túl is van érve, de ide nekünk tökéletes lesz. Megpróbálom viszonylag egyforma karikákra felszelni. Az előző hibából tanulva ebből a krémből egy kicsit többet fogok kitenni. Gyönyörűen megolvadt. Ezután jöhet a banán rétegünk. Amit bőven két rétegű lett. Most következhet még egy kis chia pluszba. Még egy kör mogyorós linoledet. És utolsó simításnak pár szem mandulát megpróbálok kisebb darabokra összevágni. Így. Szerintem ezt mindenki látja, hogy pohárkrém művészetben van még mit fejlődnöm, de igyekszem. Közben az eper szószunk is egészen jól alakul, viszont azt szeretném, hogyha egy kicsit még visszaülne, úgyhogy térjünk rá az utolsó verziónkra, ami a Linolada Gold krémmel fog elkészülni. Ha egészen őszinte szeretnék lenni, akkor ez a verzió a legegyszerűbb, de ettől függetlenül ugyanolyan finom, és lehet, hogy ez lesz az én kedvencem, ugyanis imádom a piros bogyós gyümölcsöket. Ehhez a verzióhoz linolada goldot fogok felolvasztani. Egy nagyon kicsi maradt még a sima mogyorósból, de szerintem ezzel nem lesz semmi probléma. Jöhet akkor az első rétegünk. És akkor, ahogy már mondtam, piros bogyós gyümölcsök, ami megvan mosva, kék ráfonya és ribizli a mai választás. Szevasz! Hello! Bejössz majd kóstolni? A videóba? Igen, Sanyi megfázott. Hogy nézel ki? Jól, csodálatosan nézel ki. Melyik tetszik eddig a legjobban? Trópusi gyümölcsös, banános mandulás, piros bogyós. Banános mandulás. De nem lehet rossz a kókuszos. Lehet, hogy nem sima puding, hanem chia, de hát a puding próbálja, akkor is az erő. Jaj, de vicces fiú vagy, még így betegen is. Szóval majd kiderül. És akkor a díszítő gyűrétek. Egyébként is gyümölcsből sose lehet túl sok, ugye? Harmadik verzió. És végül, de nem utolsó sorban, jöhet az ekres teljes verziónk is. Itt is van a felolvasztott és egy kevés vaníliás cukorral összerottyantott eper szószunk, amit a Linolada teljes krémmel fogunk rétegezni, amihez megint csak szükségünk lesz körülbelül egy kanál krémre. Megolvasztok.
pont annyi chia puding talán még maradt, hogy tudjak majd egy második réteget csinálni. Jöhet a krém. Ezután jöhet egy réteg az eper szószból. Úgy sajnálom, hogy nem eltek belőle. Jöhet a chia. Remélem nem fog teljesen elsüllyedni az eperben. Kicsit lehet, hogy főzhettem volna sűrűbbre az eper szószt. Egy második réteg krém. Végül pedig a tetejére még egy kör eper. Találtam itthon egy kis vörös áfonyát is, úgyhogy arra gondoltam, hogy pár szemet szórok a tetejére, ami színben nem kifejezetten üt el és látszódik, viszont textúrában szerintem nagyon finom lesz. És ezzel el is készült mind a négy variáció pohárkrémre. Ahogy mondtam már nektek, nem feltétlenül a legszebbek, de szerintem finomak. Valakit rá fogok venni a családból, hogy kóstolja meg, és jelentem nektek a véleményét. Ha szeretnétek, hogy legyen még hasonló desszertes videó, akkor mindenképpen írjátok meg a komment részletben. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Tudjátok, ha elkészítitek bármelyiket, tegyétek fel Instára és jelöljetek meg rajta. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!